Kern András nagymamává vált, csak őszhajbot és kistáska kellett hozzá. Egy regény olvasása közben tetszett meg neki a nagymama figurája annyira, hogy színpadra állította a történetet. A Belvárosi Színházban holnap lesz a bemutató. A darabban sok olyan apró részlet van, amiből mindenki ráismerhet a saját nagymamájára. 1984, megvan ez egyáltalán? Mint egy időutazás, egy pillanat, és 1984-ben járunk. A zene, a hosszú balonkabát, a bérház, és benne a tanácsi lakás. Jancsiká, hallasz engem? Ki tudnál jönni egy pillanatra? A lakásban pedig együtt él unokájával egy 93 éves nagymama. A fiú bulizik, szobájában időnként feltűnnek a lányok, de egyetlen stabil pontja van az életének, a nagyanyja. Terhére vagyok én valaki, nem vagyok a terhére, mit tettem? Őszhaj, vastag szemüveg, bot és kistáska. Kern András ezekkel az eszközökkel tényleg olyan, mint sok nagyi. Olvasta Dés Mihály regényét, a Pesti barokkot, és ebből írta meg színpadra a nagyi szerepét. A saját nagymamáját alig ismerte. A Pesti utcákon látott idős asszonyokból alakította ki a figurát. Kicsit demens, 93 éves, élete végén járó, nagyon édes, bölcs, sok mindent tud, amit a fiatalok nem tudnak, sok mindent nem tud, amit a fiatalok tudnak. Hát olyan, mint egy nagyi. A darabban feltűnik a klasszikus Lada, a diszkóban a Modern Talking, közben a fiatalok nyugatra vágynak, és ott vannak a budapesti bulik a 80-as évek derekán. Szabó Kimmel Tamás akkor született, amikor a darab játszódik, csak halvány emlékei vannak. Van ez a fiú, aki valóban jól el van a kis életében, csajok, nagymama, nagyon szereti, él, van ez a diszidálás dolog, de közben valahogy vonakodik az egésztől, mert szereti a nagyanyját. Benfalvi Eszter gyerek volt a 80-as években, neki a lemezjátszók, a szófordulatok jutottak eszébe, és persze az, ahogyan a nagyszülei éltek akkor. Ugyanezeket mondták, ugyanígy mondták, ugyanilyen problémáik voltak, tehát egyszerűen annyira mi nagymamánk, annyira egy, és nem típus, hanem egyszerűen egy kornak a szaga, illetve koroknak, ami megérkezik a 80-as években. A Pesti barok bemutatója pénteken este lesz a Belvárosi Színházban.